Kedves testvéreim, hétfőtől már kinyitottuk a templomot a hívek számára is, hogy szentmisére jöhessenek. Mit gondoltok, akár hétfőn, akár tegnap, hányan voltak itt a szentmisén? 100-an? 200-an? Nem. 50-en? Nem. 25-en? Igen. Végtelen hálás vagyok azoknak az embereknek, akik itt voltak, és akikkel végre együtt tudtam a szentmisét bemutatni, a szentmisét imádkozni. Pár héttel ezelőtt egy másik videómban felvetettem a kérdést, hogy vajon megváltozik-e valami, ha véget ér a járvány, megváltozik-e ez a helyzet, a hitéletünk gazdagabbá, teljesebbé válik. Nem tudom. Még mai napig sem tudom a választ, de úgy tűnik, hogy nem nagyon. Én most csak biztatni szeretnék, nem panaszkodni, hanem biztatni arra, hogy gyere el, ne csak vasárnap, hanem hétköznap is egy szentmisére. Hiszen minden szentmise egy végtelen csoda és ajándék a számunkra. Krisztusért, Krisztus szeretetéért, hiszen ő jön el, ő osztja meg magát a kenyér és a bor színébe. Szükséged van rá? Igen, nekem is, valamennyiünknek szükségünk van rá. És szükséges az, hogy kimondjuk Istennek, hogy hálás vagyok, Uram, hogy engem megőriztél. Hálás vagyok, hogy megőrizted szeretteimet, hozzátartozóimat. Hála, hála mindenért. Jézus mondja, az ajtőd előtt állok és kopogtatok, és arra várok, hogy beengedj. Krisztus kinyitotta az ajtókat, a templom ajtókat magyar híveink előtt. Most rajtunk a sor, hogy mi is kinyissuk lelkünk ajtaját, és az ajtónk előtt álló kopogtató Jézust beengedjük lelkünkbe, szívünkbe.